a gyulai kiállítóhelyek október 1-én szombaton a megszokott időpontban 10 és 18 óra között várják az érdeklődőket. Fábián Tamás, az Erkel Ferenc Kft. Kommunikációs vezetője adott tájékoztatást arról, hogy Gyula valamennyi kiállítóhelye csatlakozik az október 1-i Múzeumok őszi fesztiváljához. Az Építs hidat, híd, ami összeköt mottóval életre hívott rendezvény célja népszerűsíteni a múzeumokat és kiállító tereket a nagy közönség számára. Az Almási kastélyban jelmezes tárlatvezetéssel, filmvetítéssel és pincetárlattal várják az érdeklődőket, de galambos hajnak a romantikus ária és dalestje is a program részét képezi. A várban pedig a hagyományos programok mellett új látnivalók is lesznek. A várbörtönt egy picit másként fogjuk megmutatni, hogy középkorban hogyan is működött, élőképekkel igyekszünk még izgalmasabbá tenni az ott szerezhető élményeket. A Kohán képtárban a Kohán György alkotásait felidézésével igyekszünk emlékezni az egykori Kossuth díjas festőművészre, újra gondolva az ő képeit, megismerve az ecsetkezelését, a színhasználatát lehet majd újra elkészíteni az ő festményeit. Az Erkel Ferenc emlékházban is tárlatvezetések azok, amelyek várják az érdeklődőket, és hát ott van még a Ladics ház, ahol Borbála asszony történetét fogja majd a kollégám elmesélni a betérő érdeklődőknek. A kiállító helyek délelőtt 10 és este 6 óra között várják a látogatókat, akik a vár és a kastély kombinált jegyét megvásárolják, a többi helyre már térítésmentesen tudnak belépni.